Sziasztok! Egy új fejezetet nyitok az Ízemlékek könyvében. Szóval elindítom útjára az Ízemlékek nyomában sorozatot, ami arról fog szólni, hogy belekerülnek ebbe a könyvbe különböző hírességeknek a kedvenc receptjei. Igen. Bemutatom nektek, hát nem is kell bemutatnom. Janit? Igen, valaki talán megismer, én vagyok Anita, operatőrje és vágója is, felelős vagyok ilyen vágásokért. Most már hány éve? 4? Igen, 4 éve együtt dolgozunk körülbelül. Még megismerhettek esetleg, az interneten előfordulok egy-két helyen. És most pedig írjátok meg, hogy hol láttátok már Janit. Igen, írjátok meg kommentben. Most pedig meg fogjuk csinálni az én kedvenc süteményemet, amit az anyukám csinált. Ez egy mézes krémes recept lesz. És van egy összecsengés, mert az én nagymamám réges-régen csinált ilyen mézes krémest, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez ugyanolyan lesz-e, vagy miben fog különbözni. Én meg csak szimplán szeretem a mézes krémest. Ja, én is itt vagyok ám. Ide van készítve az összes hozzávalónk már, és nekem van egy ilyen kézzel írt receptem anyukámtól. Így a hozzávalók alapján szerinted hasonlítani fog? Igen, igen, nekem nagyon-nagyon az az érzésem. Ilyen fehér, ilyen krémszínű volt maga a piskóta, és fehérebb volt a krém, és az igen, volt igen, így. Igen. És így érlelni kellett a hűtőben, amit mondta, hogy ti nem szoktatok megvárni. Hát most a videó keretein belül egyébként sem fogjuk megvárni szerintem, mert én ezt nagyon szeretem frissen megkóstolni, de egyébként ilyen hűtőben kell tartani néhány órát, és akkor a legfinomabb. És én most a körülbelül 45 napos cukormentes kihívásomat egy pillanatra meg fogom szakítani, amíg megkóstolom ezt, úgyhogy értékeljétek ezt is egy lájkkal. Kezdjünk! Kezdjünk! Te osztod a feladatokat! Ezt kövesd! Nem! Szóval, minden hozzávalót összekeverünk a tésztához, és ebből 4 darab lapunk lesz, 40 deka lisztből, 10 deka vajból, 15 deka cukorból, 2 evőkanál mézből, 1 teáskanál szódabikarbóna. Várjál, ilyen gyors nem vagyok. Cukor. Szódabikarbóna. Igen. 2 teáskanál. A méz van először felírva. Méz. És 1 csipet só. Az nincs itt. Teáknál láttam tegnap. Te a főzőnél. Yeah. Oké. És só. Meghoztam a sót. Egy csipet só, amit most így fogok kimérni. És szétszórom mindenhová. De hát, hogy nem is én vagyok a hibás, hogy mindent szórok, hanem a helynek van egy varázsa. Így van. Egy nagyon halvány csipes só volt, mindet bele akartam szórni igazából, úgyhogy egy csipes só mindenhol. És ezeket most összekeverjük. A gép előkeverte számunkra. Igen. Már folytathatod. Kicsit száraznak tűnik, de megbízok a mennyiségekben. Nézzük. Szerintem gyúrt. Igazából ahhoz képest, hogy ez a kedvenc sütőm, én ezt még soha nem csináltam meg. Úgyhogy ez valóban érdekes lesz, hogy... Tehát nem tudom, hogy milyen állagúnak kéne lennie. Olyan finom fajkrémes illata van. Szel, igazából. Ilyen, mint egy sógyúrma. Sóliszt gyúrma. Össze fog állni? Nem tudom. Az az igazság. Jó voltak ezek kimérve? Jó. Hát nagyon kevés a folyékony, ugye, mert a vaj, meg a méz. Nagyon ehhez kell kipolyásra. Nem hívott fel anyukád? Kérjünk telefonos segítséget. Hello! Épp most csináljuk a mézes krémes receptjét, és nagyon száraznak tűnik a tészta, az normális? 40 dek a liszt. És 2 tojás.
Oké, egy lesz tojás. Köszi, szia! És Anita is ki-instagramozta magát, akkor folytatjuk a videót. Instagramozol? Aha, persze. És tényleg. Szóval akkor a tojás. Igen. Kell bele két tojás. Felmered így dobni és elkapni, tudod úgy pörgetve? Egyet föl tudok dobni úgy. De úgy hármasával hármat kéne. Nem. És egyet így csak úgy, van még 6 darab extra tojás, ha... Na? Én nem tudok zsonglőrködni, de egyébként valahogy így kell, hogy... Egy, tehát egyáltalán nagyon de jól megy. De kettővel legalább. Na, gyerünk, egyszer én is el fogom törni. Csak tojás, nem kell tőle félni. Szóval föltörünk két tojást. Igen, így. Zsonglőrködéses módszer. Vagy normálisan. Úgy is lehet. És hozzáadjuk a tésztát, akkor viszont visszarakom a keverőgépbe, mit szólt? Én szívesen megcsinálom kézzel, akkor... ha már ilyen a kezem, úgyhogy... Akkor add ide ezt. Igazából. Jó, vagy még jobb. Oké. Tehát most, hogy megvan minden hozzávalónk, most rendes tésztánk is lehet majd. És ez szépen össze fog állni, nagyon jól ragad. Az a baj, hogy még legalább 2 óra, mire elkészül. Nem is tudom, mennyi ideig kell sütni, mert sütési időnk az nincs felírva, de azt az instrukciót kaptam, hogy világos aranyszínű, úgyhogy addig sütjük. Néhány perc szerintem egyébként a hivatalos sütési idő 180 fokon. És ilyen nyújtófa nem kell hozzá, szerinted? De. Az sincs itt, nem? Szerezzek addig. Az sincs itt. Oké. És egy tepsinek a hátulja kell, azt is hozzá. Nem tudom. Nekem csak az van felírva, hogy a slepsi hátuljára kell kinyújtani. Megérkezett a nyújtófánk. Tészta pedig mindjárt ki van nyújtva, vagyis ki van keverve, nyújtható állapotban. Hol a tepsi hátuljam? De egyrészen jó tényleg most már. Az, amit csinálsz. Megmutatom, milyen a tepsi hátuljam. Aha, szóval ezért felelek én a viccekért ezen a csatornán. Hány éve eszed ezt? Hány éve ez a kedvenc sütő? Ez egy nagyon jó kérdés, ezt talán meg tudnám kérdezni újra anyukámtól, de... Már több telefonos segítségünk nincs. Igen, ezt már elhasználtuk. Azt mondanám, hogy arra emlékszem, hogy amikor nagyon pici voltam, tehát ilyen... Talán iskolás már, de lehet, hogy még óvodás. Sőt, egyrészt biztosan óvodás, úgyhogy... Úgyhogy bőven több, mint 20 éve. Ez a kedvenc sütim, úgyhogy ideje, hogy megcsinálom egyszer. Vagyis hát megcsináljuk pontosabban, mert azért egész tészta. Még egy kis finomítás a szóval. Én szórtam bele mindent a keverőtálba. Persze, hogy megcsináljuk. Nem igaz, a sót én szórtam be. Jó, akkor én osztom 4-be. És utána nyújthatod. Aha. Láttam, jól elosztjuk a munkát. Egészen könnyen. Mit mondasz? Szerintem szuper. Okay. Még majd egyesével egy picit lehet, hogy átadjuk. Az jó lesz. Egyszerű. Ezt elveszem innen. Egy nagyon fontos pillanat. Már kell kóstolni a nyárkéstát, ahogy nem jó. Miért nem jó? Kóstold meg. Nem, én majd csak a végeredményből leszem. Egyszer szegem meg a fogadalmamat. Értem. De... Most akkor mi nem jó? Emberek! Mi nem jó? Oké. És akkor valamilyen téglalapot, vagy négyzetet, vagy mit kell nyújtanunk? 4 darab téglalapot. Hát akkorára kell kinyújtanunk szerintem, amekkorára tudjuk. Azt hittem azt mondom, mint a tepsi. Hát igen, körülbelül lesz akkora. Elég szép nagy tészta. Talán a szélessége nem lesz akkora, de... Itt kellene a nem telefonos, hanem valós segítség, mert azt hiszem, hogy itt az első lappal már kész lenne, és kerülne rá a következő. De igen, nyújtom kézzel a szabályos vajon. Nem tudom. Körülbelül én itt egy szemre meg tudom mondani, hogy ez most nagyjából 20-20 centi körül van. A szélessége az már egészen jó, viszont ekkora szokott lenni az a süti. Tehát ezt nagyon ki kell nyújtani, az érzésem. Én pedig a ez nem annyira tűnik szabályosnak. Az nem baj, a nem? Szélét kell először megenni. Nem tudom, tudta, de... Mert azt mindig úgy is levágjuk.
És hogyha levágom a szélet és ide toldom, azt lehet? Mert hogy így akkor van egy nagy izé. Na, akkor ezt megcsinálom, megpróbálom. Majd utána anyukádnak kéne kommentelnie, hogy... Rendben, majd megkérdezem tőle, hogy ez mekkora csalás, hogy így összepecseljük ezt a... Ugye szabályos volt. Ha ezt látná. Szerinted tetszene neki? Nem. Már összegyúrta volna újra, és kicsit megcsinálta volna szép szabályosra. Igen, szabályos. Remélem nem fog ettől eltörni, mert ez egy viszonylag kemény tészta, ugye, amit sül, és a krémtől lesz egészen puha. És nem is kell ezt belisztezni egy kicsit, hogy ne ragadjon a nyújtófát? Állítólag nem. Jó. A nyújtófát azt lehet, hogy lehet lisztezni. Picit lehet, úgy érzed, hogy ez liszt, nem? Van bónusz lisztünk, ez ki van mérve liszt? Hát egy csipet. Okay. Csalunk egy kicsit a krémba. Igen, a méret az még mindig kisebb, mint amilyen az én emlékezetemben van. Viszont az alakja az nagyon jó, és szerintem az elég vékony. De ha lehet még nyújtani, akkor még nyújtunk rajta. Ennek ugyanilyen alakút kell csinálni. Aha. Először mondd meg, hogy ez melyik országnak az alakja. Arizonára hasonlít, azt hiszem az ilyen mézet. Meg ízé, Szudán, nem? Nem tudom. Én körülakot viszonylag jól tudok nyújtani, de hogy lesz ebből nézet, vagyis hát téglalap, azt nem tudom egészen pontosan. Téglalap kellett volna kiindulásnak. Körülakot nyújtottál kiindulásnak? Igen. Gyúrjam össze újra? Mert szerinted ez a baj. Az is az volt. Hát, mondjuk le is vágtad a sarkát. És neked mióta van erről a süteményről ízemléked? Hát mit mondtál, hogy több mint 20 éve? Igen. Szóval, hát biztosan több mint 20 éve, nekem azért nem óvodás koromból, de ilyen 10 éves. Akkor lehet, hogy valahogy együtt volt. Nekem az nagyszüleim igen, külföldön éltek, úgyhogy csak amikor hazaköltöztek, akkor ilyen kb. 16-17 éves voltam, utána kezdődött az igazi nagymama kapcsolat, meg akkor sütött ilyen finomakat. Mézeskrémes, az almásvitel, azt írtam is az ízemlékekönyvében, hogy ez volt nagy kedvencem, illetve a harmadik a méteres, vette neked, nem csinál az anyukád? De méteres az nem ilyen nagyon kedvencem, de azt is a gesztenyés. Azt is szoktunk néha. És még mi van neked kedvenc? Még nagyon szeretek egy egészen egyszerűen elkészített ilyen kis kakaós kekszek, az nagyon jól illene a cukormentes diétádban, mert pont ugyanannyi cukor kell, mint liszt bele. Aha! Úgyhogy Asztal. Ez egy nagyon-nagyon édes kakaós keksz. Majd egyszer lehet, hogy megcsináljuk azt is valamikor. Jó, rendben. Igen, az a helyzet, hogy szeretnék ugye ilyen sorozatban is több mindent csinálni, illetve a Janival azt is, azon is gondolkoztunk, hogy csinálnánk más teszteléseket is. Többek között ilyen kajásokat, de akár tech-tesztelés, és egy jó szó, tech-tet. Tech-tesztelés. Igen. Tech-tech-tech-tech. Igen, hogy ezt abban is gondolkozunk, mert hogy jól kiegészítenénk egymást a témában, mert én inkább a szépség oldaláról, és ő meg a tudományos oldaláról. Hogyha örülnétek ilyen videóknak, akkor dobjatok egy lájkot, illetve írjátok meg, hogy mit gondoltok arról, hogyha itt ezen a csatornán esetleg ilyen komolyabb témák is szóba kerülnének akár. Felőlem oké, de ugye ezeket a texesteket is meg lehet enni. Az enyém a szabálytalan, de méretre körülbelül hasonló, egy-két sarok hiányzik, amit pótolni lehetne, de én ezt elfogadom. Te nem pecsvörközöl? Elfogadom magamtól. Nem, mert még egyet ki kell nyújtanom. Még kettőt? Nem, mert felezzük, négyben, kettő-kettő. Nem, de az én kedvenc sütim, úgyhogy én nyújtok többet, úgy érzem ez a koncepció. Igen. Úgyhogy... De én megcsinálom a téglalapokat elindenek. És a krémet. Majd elosztjuk a krémet. Szükségem van még egy sütőpapírra. Hogy sok hely kell ehhez a sütihez? Igen. Igazából szerintem időben nagyon-nagyon sokat pazarolunk, mert az úgy szokott elkészülni, hogy amíg az első két lap, vagy az első lap megsül, addig a többi az kinyújtódik. Úgyhogy úgy érzem, hogy nagyon-nagyon lassan tudok csak nyújtani. Ahhoz képest, hogy
hogy én ezt ott szoktam látni, ahogy elkészül, és elpertörtölöd a művámat. Aha. Szabályosítottad, ez itt nem olyan jó. Amíg haladunk ezzel a nyújtással, vagyis én nagyon lassan haladok az utolsó két tészta kinyújtásával, addig az első két tésztát megsütjük, ez néhány perc lesz. Majd megmondom pontosan hány perc volt. 180 fokon valahány perc. Nagyon sokszor láttam már elkészülni, de olyan érzésem van, hogy ez nagyon vékony, ami azért ugye furcsa, mert hogy a mennyiségek megvannak, viszont vékonyabbnak tűnik, és mégsem akkora a tésztánk. De finomnak finom lesz. Remélem. Hogy állsz? Franciaország. Hoppá. Nem történt semmi. Úgyis le akartam szakítani, mert itt jobb helye van. Ha anyud ezt meglátná... Sokkal könnyebb sütit csinálni, nem? Hogyha én nyújtom, te meg eszel közben. Ugye milyen egyszerű, Anita? Nem. Nagyon egyszerű ez a süti. Akkor a legkönnyebb anyukát csinálja. Igen. És valószínűleg akkor lesz a legfinomabb is. Szóval a tésztákat beraktuk a sütőbe, körülbelül 5-7 perc kell nekik 180 fokon. És most pedig, amíg sülnek és kihűlnek a tészták, addig elkészítjük a krémet a mézes krémesbe. Én szeretném összeforralni a vajat, meg a tejet, és akkor te a többit. Igen, mert a többi az sokkal több hozzávaló, és jó, azt hidegen kell keverni. Lásd, akkor én csinálom. És ráadásul el is osztottuk úgy, hogy előttem legyen ez, és a másik nálad. Odaadom neked is a receptet. Föltöröm úgy a tojást, ahogy az előtte. Rendben. De ezt bele, és akkor... Ez sikerült. Meglepő módon egy lesz jó volt. Belement. Tényleg nem értem, mi nem megy nekik ezen. Jó, szóval két tojás, valamennyi tej, egy deci tej. Egy deci liter tej. Én közben bekapcsolom a sütőt. Ha bekapcsolom, lehet, hogy jobb. Kezdjük ilyen alacsonyan, és... Három-négy evőkanál kristálycukrot rakok bele még. 3 evőkanál lisztet, és 1 evőkanál búzadarát. Ez lehet, hogy ennek lett volna valamilyen sorrendje, nem? Nem hiszem. Csak gyorsabban kellett volna keverni. Szükségem van egy keverőeszközre. Milyen szép csomómentes lett. Lehet, hogy ez egy kicsit még dolgozni kéne rajta. Nem, mintha nekem jobban sikerült volna kanállal. Én most inkább bevezetem az ízemlékek könyvébe a mai alkotásunkat és a te ízemlékedet. Rendben. Ez lesz az első. Ez lesz az első. Ebben a könyvben. Szeretek első lenni dolgozni. Milyen címet adjak neki? Milyen címet kellene adni? A recept címe kellene? Vagy ha? Mézes, mézes krémes. Jani anyukája módjára. Tessék. Ezt mind ide beírjam? Ezt vagy oda, igen. Akkor most kéne szerintem a mi az ég, a berök, lehetséges, de most már megcsináljuk így. Azt mondtad, nem kell. Nem kell. Maximum itt vagyok egy 20 percig és szétszedem a csomókat. Majd letúrmixoljuk egy például a végén. Le kell zárni és igen, folyamatos keverés mellett sűrűre főzzük, akkor nem kell még lezárni. Na kész? Igen, közben fölfort a vajjal összekevert tej. Úgyhogy folyamatos kevergetés mellett most beleadagoljuk a többi hozzávalót, amit idegen csomómentesre kevert Anita, és ezt pedig sűrű krémmé kell főznünk, a könyv pedig életre kell. De már belejegyeztem az összes tippet, trükköt, mindent. Még a kóstolás élményünket nem. Igen, még az értékelés valóban hátra van. Na, mert? Hogy folyamatosan kevergetem, te pedig szép lassan adagolod. Lassan? Megnézzük, hogy mi lesz belőle. Ilyet lassú? Igen. Ez jó lesz. És már is érzem, hogy tök jó krém lesz belőle. Hoppá. Semmi rossz nem történt. Áú, de forró! Áh! Szuper. Nagyon jó. Kevergesd. Kevergetem. Lejjebb veszem egy kicsit, hogy ne süljön meg. És ez egy dolog, hogy sűrű krémmé, de hogy az mit jelent?
Hát ennél szerintem sűrűbb, mert lefolyna a tésztáról, nem? Igen, valószínűleg. Nagyon jó csomagmentesre keverted. Szerintem ez sűrű krém közben. Azt írja, hogy ha már nem forró, akkor kenjük a lapokra, akkor vegyük egy kicsit ki. Elkészültünk a krémmel, és most kezdjük a töltést. Hát azért tökéletesen nem hűlt ki, de már nem tök forró. Az volt pedig, hogy nem kell forrónak lennie, úgyhogy a meleget elfogadjuk. Ha le tudom szedni erről a sütőrakról, sütőpapírról, akkor tök jó lesz. Oké. Ilyen. Így mennyire menjek ki a szélére? Nem nyomja ki egy kicsit, amikor rátesszük? Így kicsit. Akkor jó körülbelül? Szerintem jó lesz, igen. És a vastagság? Mit mondasz? A vastagság az attól függ, hogy elég lesz a krém három rétegbe. Maximum egy kicsit vékonyabb lesz a legfőső. Ez nagyon művészi volt. Azért ez nem olyan egyszerű. Nem egy, viszont milyen szép vékony lett a tésztánk. Nem tudom megmutatni, mert szemben van velem a fény, de jól átlátszik. Topetig menjek ki így, körülbelül. És akkor én most rárakom ezt a nagyon szabálytalan alakú tésztát. És egy nagyon fontos pillanat következik. Jó lesz? Jó. És most így kb. Addig menjek a krémmel, mint a alatta? Majd körbeáztam. Jó. Egy alsó vastag és két vékonyabb körső rétegre. Egyre kicsinyedik, tudod, a sütemény. Figyelj, két szálatát biztos tudunk vágni belőle, az a lényeg. Jöhet a következő? Jöhet. Köszönöm az ember. Semmi baja. Anyukára receptje, kibírja a tészta. Ezt magamnak tartom úgyis. Egyébként tök jól hajlik, és most töröm el. Ne. Nem direkt. Persze, megnézted, hogy tök jól hajlik. Ugye a kamera látja, aztán nem tudom. Most csináljuk úgy, hogy látod is, hogy mit csinálsz. De azért mindenkinek egy nagy puszi, aki ezt rendszeresen a gyerekeinek vagy az unokájának megcsinálja, mert szerintem ez két személyes, de nyilvánvalóan nem ketten igen. Szokták ezt készíteni. És a következő fontos pillanat, a krémet is megkóstolom. De ez még meleg. Uh-huh. Tudom. Tudod, milyen melegen a krém amúgy? Meg szoktad kóstolni? Persze. Igen. Én a süteményt is megkóstolom melegen. Eddig hasonlít, már csak együtt kell jónak lennie. Jó. Az a fontos. Oké. Okay. Szeretnéd rárakni az utolsó éleneket? Igen, mindenki. Az én emlékeim szerint azért is kell a hűtőbe rakni, mert ott az egész tészta is most így kemény, és ez megpuhul, ugye? Igen, egy kicsit magába szívja a krémet a tészta, és attól lesz ilyen jó krémes. Annak igen, most ilyen ruganyos lesz. Zselé. Kocsonya. Jó, és a széleket meg majd akkor vágjuk. Igen, a széleket pedig hát akkor most 4 óra pihenés. Hűtő. Igen. Együnk már! Hát eljött az igazság pillanata. Így van, benn volt 4, sőt talán több mint 4 órát is a hűtőben a sütemény, úgyhogy... Hú, tök jól megpuhult. Először körbevágom, elérjünk a krémekhez, és utána szeretelek. Neked milyen szereteket vág belőle, anyukád? Ilyen szép, már hogy alakra gondolsz, vagy? Uh-huh. Körülbelül ilyen vastagságú, és szépen egyenesen. Nem van szeletelve. Ilyen, mint egy zserbó szelet? Igen. Aha. Akkor azt rád bízom. Jó. Hoppá! Kicsit törik. Ott óvatosabban kellett volna. Lehet, hogy ott nincs előtt a még krém, nem? Mindjárt megnézem. Ez jó lesz ez a szelet nekem. Ne! Mindenki előtt! Istenem! Na milyen ízre? Hasonlít? Pontosan olyan. Nagyon jók vagyunk. De jól néz ki. Hát én egy olyan szépet szeretnék. Úgyhogy vágjuk. Nagyon finom. Hát
Igen, tényleg. Tényleg egészen olyan. Hú, tök jól néz ki. Na, próbáld belőle szépeket. Így? Kb. Hosszabb. Így? Úgy. Hát csak, hogy egészen pontos ízemléket vágjunk. És akkor itt is van a mézes krémes. És akkor én meg ilyen kb. 40 nap után először eszem egy falat cukrot. Nem fogom az egészet megenni, mert ugye 90 napig csinálom most már a cukormentes kihívást. Ennyi, ami hát, belefér a 90 napon. Pont olyan ízű, mint a nagymamámé volt. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elhoztad ide a kedvenc ízemlékedet. Nagyon szívesen, és nagyon jó volt megcsinálni nagyon sok év után először a kedvenc sütimet. Tegyetek ti is így, készítsétek el valamelyik ízemléketeket, amiket esetleg nagymamátok vagy édesanyátok csinál nektek. És még egy nagyon fontos dolog, írjátok bele a könyvbe és pontozzátok, mint ahogy mi is vagyunk most. Nézzétek meg az ízemlékek könyvét a webshopban, hogyha még nem láttátok, hogy mi ez, hiszen pont arra való, hogy az ilyen ízemlékeket abban is megörökítsétek. Reméljük, hogy tetszett a videónk, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és legközelebb is találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Szép kreatív napot!